Sziasztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Nos, itt van a második napja Lilinek. Nézzétek ezt a kecses ugrabugrálást! De csinosan ugrál ez a lány! Nem is látszik rajta, hogy baj van a lábával. No, de mindegy, reggel van. Tehát ma a fiúk indulnak együtt sétálni ki a térre, Lili pedig mamával megy sétálni, itt a lakótelepen. Ilyen az élet, ez van. Bementünk a belső részbe. Nézzétek csak! Ez volt az a hatalmas gödör, amit Artúr, Bence és Lili kezdtek el ásni. Az a nagy eső, ami volt, teljesen betemette. Nem álltak neki újra ásni. Inkább kijöttek, és elkezdtünk sétálni. Kint a haverok kérdezték tőlük, hogy hogy is van a Lili. Nos, elmesélték neki. Lili kiválóan érzi magát, de a gazdáik nem hagyják kijönni. Azt mondják, ő most karanténban van. Tehát elmesélték mindenkinek, mi is van vele, hogy is van. A barátok mind jobbulást kívántak Lilinek, és a srácok folytatták a játékukat, illetve mondjuk azt, hogy pihentek, mert igazából nagy futkorászásról itt szó sincs. Persze azért egy kis játék itt is belefér. Topsi, Marci, Artúr és Bence szinte egymásért vannak. Nagyon jót játszottak, igaz, nem sokáig gyilkolták egymást, de az elég intenzív volt, amikor csinálták. Thank you.
Jól kifárasztották magukat a gyerekek, majd indultunk hazafelé, szépen komótosan. Odahaza már Lili várt ránk, nem másutt, mint a kerítés túlsó oldalán. Figyeljétek, ott van, ő az. Artúr és Bence elmesélte Lilinek, hogy kint a téren a srácok mind jobbulást kívántak neki, és jó is jött, hisz nézzétek csak, de szépen jár ez a lány, hogy szinte repül, olyan légies, olyan nőies a mozgása, csodás. Ezért csinálta gazdi anyu vele, hogy lássátok ti is, jól van. Ő neki használt a gyógyszer. Aztán persze jött a kajálás, amit tökéletesen végeztek el a gyerekek. Úgy bezabálták a kajájukat, hogy az csak na. Maradéktalanul elfogyott itt, kérem, minden ennivaló. Megkapták a fogkeféjüket is, tehát jól érezték magukat. Lili is szépen evett, Artúr is, Bence is. Végigjárták egymás tányérját, megnézték, hát ha van még valahol egy falat valami, de kérem, ezek a tányérok már üresek. Itt már nincs mit keresni. Aztán persze jöhetett a délutáni játék. Mindenki megkereste a magáét, és szépen játszottak a gyerekek. Lilinek jutott a malac, aztán a csont, és mindenki megtalálta minden olyan játékot, amit kedvel. Tehát remek egy délutánnak néztünk elébe. Nos, amint láthatjátok, kislány nagy csonttal jár. Ott van hátul. Azaz. Rágja, gyilkolja azt a marhalábszár csontot. A többiek nézik. Ej, gyerekek, nekünk ez nem kell most. Neki viszont igen. Ő imádja. Látszik, lakótelepi kutya. Mit tudja ő mi az? De azért tudja, érzi rajta, ez igen finom falat. Leszedett róla egy darab porcogót, percekig lehetett látni, hogy forgatja a szájába, de azért csak-csak meg tudta rágni, csak megette. Nos, kedves barátaink, eddig tart a mai mesénk, nézzétek még a képeket, mi pedig lassan elfogyasszuk azokat a játékainkat, amivel játszottunk, és lepihenünk. Várjuk az esti bulit. Biztosan lesz.
Ilyenkor esténként szoktak a szomszédok telefonálni nekik, hangosan ugatva. Tehát olyankor mindenki kirohan a kapuhoz, és válaszol a szomszédok legnagyobb örömére. Sziasztok, pajtik, sziasztok, gazdik! Jó szórakozást kívánunk!